Én mindenképpen egy nagyon dinamikus mérkőzésre számítok. Reménykedem benne, hogy a különbség már az elején megmutatkozik. Nyilván nagyon örülök, hogy újra itthon játszhatunk. A Szombathely mindig is fiatalokból állt, de nagyon dinamikusak, és oda kell figyelni, nehogy meglepetést okozzanak. Mivel Győrben mindenki a legjobbat akarja kihozni magából, ezért a lelkesedésük biztos, hogy adott lesz. Oda kell figyelnünk nagyon. Nem volt sok időnk erre a meccsre felkészülni, mivel ugye a hétvégén volt a Bajnokok Ligája. Ez a mérkőzés is ugyanolyan fontos, mint az összes többi, és a koncentrációnk ugyanúgy maximális lesz.